mielőtt folytatnánk műsorunkat, szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak a mai nap megrendezéséhez. Kartal Nagyközség önkormányzata, HFC Network Kft., Gödöllői Tanggazdaság Zrt., Kartali Mezőgazdasági Szövetkezet, Braun Papírbolt, Adrop Kft., Friss Kenyér Bt., Húsprofil Kft., Hajnáckinék Rekó Ágnes, Deák Péter, Szászini Győri Éva, Berecki László, László Tiborné, Gergely László, Csuka Attila, Szarvas Csaba, Peterzol János, Olá Klára, Ifjú Száraz Zoltán, Kovács Róbert, Langa Gábor, Illés Lászlóné, Dr. Gyöngy Mónika, Urbán Attila és Kassa István. Az idén 16. éve alakult többszörös aranypávadíjas és háromszoros aranypáva nagydíjas, valamint Vankóné Dudás Júli nagydíjas együttes igazi elhivatottságot érez a Galgamente és a Kartal népi hagyományainak megőrzéséhez és előadásához. Emellett szívesen nyúlnak más tájegységek dalaihoz is. Nagy gondot, odafigyelést fordítanak az utánpótlás és a fiatal tehetségek felkarolására, tudásuk fejlesztésére. Az együttes hangzásvilága elsősorban a hangszeres, citera és a népi éneklés sikeres összhangjában nyilvánul meg. Színpadi összeállításaikban a Galgamentére annyira jellemző leánykörtánc és a karikázó is bemutatásra kerül. Mai műsorukban kartali népdalokat mutatnak be, majd második részben Holeca Istvánné Rimóci dalaiból válogattak. Az együttes vezetője Deák István. Fogadják műsorukat szeretettel. Felkészül a Hévízgyürki Nyugdíjas Klub népdalköre.
Úgy tartja a mondás, hogy az ember nem lehet próféta a saját hazájában. Hát a kartali asszonyok ezt megcáfolták, mert a több mint 3 évtizedes munkásságukat a szakmai elismeréseken és a közönség szeretetén túl most lakóhelyének vezetősége is úgy gondolta, hogy a legmagasabb kitüntetéssel díjazza. Nagyon sok szeretettel gratulálunk ehhez az elismeréshez, és a további munkátokhoz kívánunk sok egészséget, boldogságot, örömet, és az, hogy minél tovább együtt énekelhessetek mindnyájunk örömére. Köszönjük szépen! Szeretném elmondani, hogy az Tepelecs Népzenei Együttes nem olyan régen működik, de közelít a ranggal és a kitüntetésekkel az asszonykórushoz. És erre büszke vagyok, mert akkor alakultak a lányok, az idősebbek, bocsánat. Amikor én idejöttem, csak végül úgy gondoltuk, hogy legyen egy ifjúbb társaság, már pedig Deák István vezetésével, és azt hiszem, hogy ez egy jó összhangolás volt, vagy... és azóta együttműködnek. Én kívánok nektek sok sikert, egészséget és számos kitüntetést, és vigyék tovább Kartal hírnevét és a szép viseletünket, dalaikat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Ismét egy Hévízgyörgyről érkező csoport mutatkozik be. Az ottani nyugdíjas klub népdalköre 1994-ben alakult. Egy kicsi csendet kérnék. Azóta sok helyi és környékbeli rendezvényen nyugdíjas találkozón vettek részt. 2000 óta eredményes minősítéseket értek el. Arany, kiváló arany, Vas Lajos nagydíj és többszörös aranypávadíj tulajdonosok. Vezetőjük Hajdú Gáborné. A mai napra galgamenti népdalokkal készültek. Felkészül a herédi népdalkör. Ablakomba besütött a hold világ.
Az én babám abba fésüli magad, nem könnyű kis helye, hogy éjjeli lámpa világ, mégis göndörre fésüli a hajad. Ablakomba három cselék muskátli, könnyeimmel szoktam én azt locsolni, megártott a tövének, gyenge leveleinek, barna legény, sose leszek a tiéd. Megártott a tövének, gyenge leveleinek, barna legény, sose leszek a tiéd. Barna legény megy át útra hitatni, szeretője vizet visz mosogatni, olyan lassan húzza föl az ostorfát, a jeges ostorfát, kihallgatja szeretője panaszát. Barna legény, ha tudtad, hogy nem szeretsz, miért nem írtál egy szomorú levelet? Adtad volna a jó anyám kezébe a gyászos levelet, ne adtad volna, tudtál a senkinek. Azt gondoltad, barna legény, megcsaltad, pedig engem meg se szomorítottad. Megcsaltad te, barna legény, magadot, de sejhagy magadot, nékem a jó Isten különbe tartott. Megcsaltad te, barna legény, magadot, de sejhaj magadot, nékem a jó Isten különbe tartott. Este van már, nyolcat ütött az óra, ilyen későn kidalol a faluba, én dalolok, mert nem tudok elaludni, a szerelem megöli. Este van már, nyolcat ütött az óra, barna kisjánya egy gyűrűmöt ad vissza, én a gyűrű soha-soha vissza nem adom, mély a kútunk a fenekére ledob. Este van már, nyolcat ütött az óra, barna legény a jegykendőmöt ad vissza, én a kendőt soha-soha vissza nem adom, még az éjjel három felé hasítom. Én a kendőt soha-soha vissza nem adom, még az
háromszál virággal köszöntölek téged, hogy erről a napról legyen szép emléked. Mert a kis csokornak minden egyes szála, egy-egy elsuhanó esztendő, elsuhanó virága. Az első virággal azt kívánom néked, éltessen az Isten nagyon soká téged. Második virág a szeretet szava, mert az vagy mindig a szeretet maga. Utolsónak marad szívemben a hála, az én köszöntőmnek legszebbik virága. Kis csokorba kötve nyújtom át te néked, éltessen az Isten nagyon soká téged, és a nagyon nagy dínyeltes csoportodat is még sokáig tudjad vezetni. A Herédi Népdalkör 2000-ben alakult. Az eltelt időszak alatt 2 ezüst, 10 arany és 2 névódíjat nyertek el a különböző szintű megmérettetéseken. Ruhájuk az eredeti, helyi ünnepi viselet, amit szinte az utolsó percben mentettek meg. Támogatójuk a Herédi Polgármesteri Hivatal és a Római Katolikus Egyházközség. Vezetőjük Köles Éva. Most galgamenti dalokat hallhatunk tőlük. Felkészül a Bükkábrányi Népdalkör. Thank you.
közül az egy Illán nevetett, az csalta meg az én árva szívemet. Nyitva van a babám rácsos kapuja, engem csalogat, hogy menjek el oda, de én innen oda úgysem mehetek, barna leány vagyok, szőkét szeretek. Esik eső, nagy cser van a falu, meglátszik a lopatónak a nyoma. Gyere, babám, söpörd el a lopató nyomát, míg az éjjel te átköltöm az árát. Édesanyám, de sokat kért a jóra, este késő, ne menjet a fonóba. Nem hallgattam édesanyám intő szavára, rávittek a lányok a csalfaságra. Nem hallgattam édesanyám intő szavára, rávittek a lányok a csalfaságra. Este van már késő, este kilencet ütött az óra. Az én kedves kis angyalom mégsem jön el a fonóba. Vagy haragszik, vagy beteg, vagy talán nem is szeret, így hát kedves kis angyalom, mégsem lehetek a tiéd. A herédi templom torony, jaj, de messzire ellátszik, a kertjének a közepébe két száraz marink virágzik. Egyik hajlik a vállamra, másik a bábánéra, meglátsz, édes kis angyalom, tiéd leszek én valaha. Egyik hajlik a vállamra, másik a bábánéra, meglátsz, édes kis angyalom, tiéd leszek én valaha.
A Bükkábrányi Népdal csoport is már többször szerepelt színpadunkon. A bányásztelepülés dalosai szívesen énekelnek más tájegység dallamaiból is, hiszen minden népdal elsajátításával saját nemzetünk, a magyarság fennmaradását erősítjük. Szakmai elismeréssel is büszkélkedhetnek. A legutóbbi minősítő versenyen Egerben aranyfokozatot értek el. Idén a Vas Lajos Népzenei Minősítő Verseny középdöntőjén szintén aranyfokozatot kaptak. A csoport szakmai vezetője Benyovszky Mária. Előadásukban egy felvidéki népdalcsokor szólal meg, majd a bogácsiakkal közösen egy bordalcsokrot hallgathatnak meg tőlük. Felkészül a Vecsési Labdarózsa Népdalkör. Kötöm a lovamat, még az éjjel kimulatom magamat. Én is voltam valamikor valaki, én is tudtam a legénynek hazudni. Ha még egyszer állom a fejemet, hazudok én a legénynek eleget. Ha még
sokan vannak, mint a kutyák úgy ugatnak. Adok nékik szép napokat, ha dúgassák ki magukat. Nem káposzta, ki nem fejes, nem menyecske, ki nem szemes, nem menyecske, ki nem csarpa, ki az urát meg nem csalja. Édes, kedves feleségem, most ki még egyszer az ingem. Ki is mosom, ki vasalom, gyenge testedre úgy adom. Ki is mosom, ki vasalom, gyenge testedre úgy adom. Vígan, vígan, vígan gyalom, vígorával termet rajom. Mindig ilyen víg voltam én, vígasszonyánya vagyok én. Így kék, mindig így kék, a szép asszony csókolni kék, a szép asszony ábrázatja, sok ember szívét szakítja, a szép asszony ábrázatja, sok ember szívét szakítja. Iszik az úton járó, akár szegény, akár báró. Én is úton járó vagyok, bort iszok, mikor akarok. Ígyunk arra, ki csaka, csaka pálinkás kossó. Az a híres domaházi menyecske, a kapuba áll minden szombat este, forgatja a gyűrűjét, oda várja a régi szerető. Forgatja a gyűrűjét, oda várja a régi szeretőjét. Pince, pince, 13 sor pince, abba mulat három barna menyecske, illik a hajlik a göndör, haja, haja, de szeretnék vére menni a bálba. Öt literes kosó van a kezembe, barna legény, mindig te vagy eszembe. Illik a hajlik a göndör, haja, haja, száz felé hajlik a gyenge vállára, de szeretnék vére menni a bálba. Hely, piros bor, mindjárt rám kerül a sor. Egyik cebor nem állt meg, régi babám csókol.
Hely piros bor, mindjárt rám kerül a sor. Töltsed babám tetejét, hadd ígyam ki fenékig. Töltsed babám tetejét, hadd ígyam ki fenékig. Bogácsi és a Bükkábrányi Népdalkör nevében szeretném megköszönni, hogy újra itt lehettünk Kartalon, és ezen a napon is ápolhattuk sok éves barátságunkat. Kívánok nekik sok erőt és egészséget és lelkesedést ehhez a szép munkához, amit ők folytatnak, és fogadják el tőlünk ajándékunkat. A Vecsési Labdarózsa Népdalkör 2000-ben alakult. Létszámuk folyamatosan gyarapodik, s igen örvendetesen fiatalokkal és gyermekekkel is. Így váltják valóra a népdal szeretetének átadását. 2010-ben fennállásuk 10. évfordulója alatt készült el az első, majd 2012 karácsonyára a második CD-lemezük. A megalakulást követő harmadik évben már aranyminősítést érdemeltek ki a kótától. Többször elnyerték a kiemelt nívódíjat, valamint háromszoros aranypáva díjasok. Művészeti vezetőjük Pavella Krisztina. Felkészül a Hévízgyörki Hagyományőrző Egyesület népdalköre. Veled, Duma házad.
menyecske, ringyet rongyot hasigatott az este. Nem kell néki az alsó, csak a pálinkás korsó. Boldogságon senki ne se
székem olyan tiszta, kétszer mosdik egy hónapban. Hely, hínom bánom, csak aztánom bánom, hogy megházasodtam. Enyeret is jól tud sütni, mégis sütetlen szedik ki. Hely, hínom bánom, csak aztánom bánom, hogy megházasodtam. Labdarózsa Népdalkör nevében szeretném megköszönni a Kartali asszonykorusnak a meghívást, és ezzel a kis csekélyvirággal szeretnénk ezt jelképesen meg is köszönni így személyesen Walter Menyhértnének. És gratulálunk a Kartali asszonykorusnak, a 32 éves Kartali asszonykorusnak. Akkor átadjuk. Jó, cseréljük. A Hévíz Györki Hagyományőrző Egyesület népdalköre 2004. decemberében alakult. Az eltelt idő alatt számos meghívásnak tettek eleget. A fellépések során megismertették községük gyönyörű népviseletét és népdalait. Elért eredményeik aranypávadíj, Vas Lajos népzenei versenyen kiemelt nívódíj, az Egri népzenei találkozó nagydíj, valamint számos más elismerésben részesültek. Vezetőjük Szűcs Imréné. Ma galgamenti népdalokat énekelnek. Felkészül az isaszegi asszonykórus és az isaszegi csatatánc együttes. Yeah.
aki partja sáros. Közepére a vargalam leszállott, két szárnyával csapja széjjel a vízet. Sej, most tudtam meg, hogy a babám nem szeret. Sej, győrk, hiányok, de szépek vagytok este. Olyak, mint a teja rózsa levele, te a rózsa hulladja a levelét, sej sír a kislány, ha bekötik a fejét. Te a rózsa hulladja a levelét, sej sír a kislány, ha bekötik a fejét. Hívíz györkin fűzfának, de magos a teteje. Rigó madár fütyörészik fölötte, az fűgyűlik, az danolja szüntelen, hogy a kedves galambom, de nagyon szeret engem. Hévíz Györgyi barna jány, ha kimegy a határba, jó kedvébe mindig csak az danolja. Boldogságom senkivel se cserélem, mert a kedves galambom, jaj, de nagyon szeretem. Boldogságom senkivel se cserélem, mert a kedves galambom, jaj, de nagyon szeretem. Gyarú madár, magasan száll, szépen haragszik a kis angyalom, menet szól. Akkor szóljál, kis angyalom, én hozzám, majd ha az a szeretünk.
Kérném szépen Walter Menyhértnyét, hogy megköszönjem neki, hogy mi itt lehetünk. Mi ugyan nem voltunk még itt, most vagyunk először, de össze-össze futottunk, hol Egerbe, hol Tatabányán, hol itt, hol ott, és nagyon megszerettük a csoportot, és abban megtiszteltetésben lett részünk, hogy előtte, most meghívtak, de múlt szombaton tartottuk a 10 éves évfordulónkat, és hát ők is ott voltak, és nagyon jól éreztük magunkat. Gratulálunk a csoportjának az elért sikerekért, és a jövőben is nagyon jó egészséget, és nagyon sok sikert kívánunk neki a jövőben, és gratulálunk a díszpolgári vagyis elismeréshez. Nagyon szépen köszönjük, a barátság még nagyon rövid, de már elkezdtük, hiszen szerepeltünk a múlt héten náluk, 10 éves évfordulójuk, és kérem, hogy ne felejtsenek el bennünket, mi se önöket, és szeretettel várjuk bármikor Kartalra a rendezvényeikre. Sok egészséget kívánok, jó éneklést, és sokáig együtt legyenek. Fogunk élni a lehetőséggel. Az Isaszegi Asszony Kórus és a Csatatánc Együttes ifjúsági csoportjának közös műsorát láthatják. Az Asszony Kórus a helyi Dózsa György Művelődési Otthon csoportjaként 1972 óta énekel együtt. A még élő népszokásokat jelenítik meg énekelve, gazdagon díszített isaszegi népviseletben. Nagy szeretettel éneklik hazánk legszebb népdalait, határainkon belül és kívül, valamint öregbítik ezzel Isaszeg hírét, nevét. Többszörös országos arany minősítéssel és aranypápa díjjal büszkélkedhetnek. A közelmúltban 3-szor is átvehették a Kóta aranypápa díját. Vezetőjük Nagy Jánosné. Mai előadásukban bordalok hangzanak el. A táncegyüttes ifjúsági csoport vezetője Szokolik Melinda és Szokolik Szabolcs. Felkészül a Pogrányi Nagyharang hagyományőrző csoport. Szegény vagyok. A házamban nincs kenyér, nincsen kenyér, nincsen só, nincsen rántani való. De hamarosan aratunk, lesz búzánk, lesz kalácsunk. Sokat arattam a nyáron, keveset háltam az ágyon, szeres, ne menyeskét, árpa cipó, zab kenyér, jaj, de szép ez a legény. Búza, búza, de szép tábla, búza, kihajlik az is a szegi útra, és a szegi legények aratják, babájukkal marokba rakatják. Nem adtam én cukrot a lovamnak, nem adtam én csókot a babámnak, hattam is ne fájjon senkinek, mi gondja van élen valakinek. Hattam is ne fájjon senkinek, mi gondja van élen valakinek. Elment az én rózsám kaszálni,
de nem tudta szépen a rendet vágni, mert a kaszája életlen, így a rendje szedetlen. És a szegény zöld erdőben van egy tó, abba fürdik három fekete holló. Három fekete hollónak hat szárnya, nem vagyok én senki megunt babája. És a szegen nincs több kislány, csak három. Az is elment markot szedni a nyáron. Két pántlika van a karcsú derekán, jaj, de szépen hajlik a marok után. Két pántlika van a karcsú derekán, jaj, de szépen hajlik a marok után. És a szegen sütik a jó kenyeret. Én bizony egy szőke legényt szeretek. Jól tudja a kaszáját forgatni, este pedig engem ölelni. Zöld búzába, a barázdába szépen szól a pacsirta. Ne szomorítsd a zárva szívem, aranyos kis Mariska. Szomorított az más is sej, nálamnál szebb virágszál is. Te csaltad meg a zárva szívem, a sajnálom sokáig. Nincsen kendő a zsebembe, babám egyet adhatnál. Közepébe a négy sarkába a nevedet varhatnál. A jegy kendőm simán vasalt, sejli beglobog a széle. Most látszik meg a lányok közül, kinek van szeretője. A jegy kendőm simán vasalt, sejli beglobog a széle. Most látszik meg a lányok közül, kinek van szeretője. Szennyes az ingem, szennyes a gatyám. Befejeztük az aratást. Ne nézd, hogy én szennyes vagyok, a szívemen nincsen mocsok. Csak az az egy pont van rajta. Szeretlek én téged, Pista. Jaj, de sokat arattam a nyáron, de keveset aludtam az ágyon. Bonts fel anyám ágyadat, vetett ágyadat, hadd aluszom ki rajta magamat. Szép a bimbó, még ki nem virágzik, szép a kislány 20 éves koráig. Én is belejutottam abba a sorba, férhez mentem 20 éves koromba. Én is belejutottam abba a sorba, férhez mentem 20 éves koromba. Adjon Isten bort, búzát, békességet, jó kenyeret, mindnyájunknak jó egészséget. Isten áldása legyen rajtunk, hogy jövőre is sok búzát arathassunk. Nagy tisztelettel és szeretettel szeretném köszönteni az isaszegi asszonykór, a kartali asszonykórust, az isaszegi asszonykórus. Kérjük a jó Istent, hogy ezt a barátságot, ami köztünk van, még nagyon sokáig tartsa meg. És köszönjük szépen a meghívást. Adja a jó Istent, hogy így legyen, és sok szerencsét kívánok nektek, és szeressétek a néptalt. És köszönjük szépen. Köszönjük. Thank you.
Thank you.